Az első lökés az volt, amikor a bátyám nekem adta az összes lemezét, 50-es évek gyönyörű gyűjteményét, amikor leérettségiztem 65-be. És akkor éreztem a gimibe is, hogy már nagy igény van rá. Nem nagyon örültek ezeknek a Elvis Presley, Rolling Stones meg mindennek, de én akkor is úgy komolyabban kezdtem vele foglalkozni. És a bratyóm ajándékként érettségire nekem adta a lemezeit, és plusz vett egy jegyet nekem a Népstadionba, a Louis Armstrongot megnéztem 1965-ben. Akkor tüntették az öreget, ilyen Grammy-díj, meg Oscar-díj a Hello Dali miatt. És az olyan nagy élmény volt nekem, hogy az nem igaz. Jazz, so easy, Hello Dali slágerzene, plusz ez az egész felhajtás, ez nagyon tetszett nekem, és akkor úgy voltam vele, hogy ezt elmesélem, utána néztem, mi volt ott New Orleansban, ugye a mai műsor is erről fog szólni. Mikor álltál és hol álltál először lemezjátszó mögött úgy, hogy másokat szórakoztattál? Hát először még a gimibe, képzeld el, hogy volt, Kossuth gimnáziumban jártam, az fiú iskola volt, fiú suli, és a Kölcseibe voltak a lányok, az meg csak lánygimnázium. És ott volt egy testvérosztályunk, és akkor oda meghívtak minket a lányok, de arra kértek, hogy mi adjunk valami műsort. Hát előtte mindig is szavaltak meg, mit vicceket meséltek. Itt viszont egy ilyen Beatles contra Rolling Stones előadást tartotta, egy ilyen táblát, amit így fel lehetett húzni, meg lehúzni, hogy hol kockás, hol vonalas tábla volt. És akkor az, az egyiken csak Beatles képek voltak, a másikon csak Rolling Stones. 64-ben, ez egy nagy szám volt akkor. Az volt az első, mint ilyen lemez bemutató. Utána Kékvörös együttes, Vox, Zenit együttes, Szünetekbe. Nekem egy 3 wattos lemezjátszóm volt, és képzeld, mikor rákötöttem egy 200 wattos Marshallra, vagy egy 100-as Fenderre, és az megszólalt. Én is élveztem, egész másképp szólt. Akkor nem voltak hifi tornyok, meg mit tudom én. A Monóba, Frankón érted ezeket. És akkor, hogy a zenekar is örült, azokat a számokat átdolgozták, én is örültem, és akkor az így el is ismertebb lettem. Aztán utána a engedélyhez kötötték, hogy kellett vizsgázni itt Nyíregyháza. Azt se tudtuk, hogy hírte, hogy mi van. Ori, OSK, és akkor az öreg vikár Sándor tanár úrnál kellett vizsgáznom. Gondolhatott, hogy mi ment ott. Mondta, hogy ilyen kezdjem el mit a olasz operáknál, meg mit tudom, bécsi operettek, meg Lehár, meg, és akkor elmentünk egész a Herr, meg Jézus Krisztus, a ilyen rockoperáig. Az öreg nagyon élvezte. Kérdezte, hogy milyen hangszeren játszok, mondom, hogy lemez játszom. A legnagyobb élmény az az volt itt a rendszerváltás környékén, akkor volt egy olyan, hogy az első polgármester, Mádi Zoltán úr meghívott engem, hogy a Kossuth téren egy ilyen utcabál, augusztus 20 utcabál. Gondolod, de voltak vagy 15 ezeren a nyírfaáruháztól át a OTP bejáratáig. Na ott aztán tudod, a kacsatánctól, az ilyen kisgyerekektől, amit tudom én, milyen öreg keringőre váró idős emberekig mindent beosztani úgy, hogy még sütött a nap, aztán már fél sötét. És akkor a végén már tudod, ilyen kértek, hogy reggae zene, meg hip-hop, meg rap, meg mit tudom én, az már rázós volt. Egyébként melyik volt a kedvenc helyed Nyíregyházán? Hát az első a Kolumbia, az magasan a legjobb volt. Az akkor a vendéglátóipari vállalatnak a tartozéka volt. Azoknak hálás vagyok, mert megengedték 1973-ban, hogy kimehettem Londonba a Wembley stadionba, egy Rolling Stones-ra. Azt meg közvetítettem haza, ide a rádióba. És aki vette az adást, az a Simon Idol, akivel ma csinálom a műsort. Őt is úgy vittem be oda a rádióba. Egyikünk se volt speaker, ott tanultuk meg. Ezekből a magazinokból. Tehát az, hogy itt most ki a Bob Dylan, vagy a 100 legjobb zenekar, 100 legjobb lemez, ami valaha készült. És a Simon Idol, az nagy franc volt, mert elkészült Magyarország 50 legjobb albuma, minden idők legjobb albuma, és a Yonderboy nyerte meg, és ő a Yonderboynak a társproducere, ő csinált ezt a lemezt.
Ha már a listákról, korokról beszélünk, ugye most már a rock and roll, a úgynevezett könnyű vagy rock zene is több évtizedes múltra tekintett vissza. Neked melyik a kedvenc időszakod? Hát nézd, miután átéltem ezt az egészet. Tehát azt mondják, hogy a klasszikus aranyévek a 60-as évek volt, a könnyű zenében, a rock zenében, mert hát jó, aki a 20-as években élt, meg Louis Armstrong, meg mint jazz, annak az, meg a swing, meg a mit tudom én. De az igazi, amikor Elvis után, a rock and roll után jött a beat zene, a Beatles, a Rolling Stones, Jimi Hendrix, tehát az aranyév 1960-tól 70-ig ez. Ebben aztán sokféle stílus benne van. Én szerettem a 70-es éveket is, a punkokat például, meg az új hullám, Police, Sting, Jam, de nem, a maival is el vagyok. Tehát a Radiohead, vagy a Coldplay, vagy a hip-hop, vagy a drum and bass nálam ugyanúgy megvan. Ami jó benne, hát aztán van azok között is gáz, hát az nem tetszik. És mi a véleményed, már említettél egy fiatal embert a mai utódaidról? Hát vegyes. Az az igazság, hogy itt Nyíregyházán van vagy 40 vizsgázott diszjokéj, de nincs hely, ahol dolgozhatnának. Ő is elment Nyíregyházáról. Először ugye megcsinálta a Pesten az E-plusz TV-t, utána megcsinálta a Viva TV-t, utána elment Londonba, aztán megint visszajött, rádiózott Tilos Rádióba, velem a Jonathan Rádióba, most Amsterdamba jár, meg Ibizára, meg Frankfurtba, meg a most Bukarestbe volt, vagy honnan jött haza. De itt Nyíregyház is szerettem volna eljönni ide, mert megérdemelnék, akik itt laknak is, meg ő is, ha lenne valami hely. Volt a Beatles bár mit Nyíregyházán a Sóstón, ahol Schulz DJ-zett, illetve hát ő volt ott az egész dolognak a házigazdája, a hely szelleme, és hát legalábbis a zenei résznek mindenképpen, és mi mindig sokszor kijártunk hozzá, én először az akkori barátnőmtől hallottam róla, hogy van egy ilyen hely, van egy úr, akinek fantasztikus zenei vannak, és akkor menjünk el és nézzük meg. Elmentünk és megnéztük, és én nem gondoltam semmit az egész történetről, viszont volt nála Sex Pistols lemez, meg Clash, meg ismerte a Cure-t, meg a Joy Division-t, és én csak így néztem, hogy atya úristen, és nagyon jó barátok lettünk, és hát én igyekeztem minden este ott lenni nála. Aztán egy este a Schulzhoz jöttek vendégek, akiket nem látott már nagyon-nagyon régóta, ilyen 20 éve. És megkérte, úgy sincs senki, még az este elején járunk, és játszak addig helyettet, tehát hogy ő tudjon beszélgetni az ismerősökkel. Nyilván én azért mentem csak bele az egészbe, mert Schulzot szerettem annyira, hogy persze szívesen, hát ezzel segítek neki, akkor persze. És akkor én elkezdtem ott játszani, üres volt a terem, igen ám, de egy 10-15 percen belül megjöttek az emberek. És Schulz meg nem jött meg. És én kaptam másodpercenként 15 szívinfarktust, vért izzadtam, és így létező összes bajom volt. És nem jött vissza egy fél óráig, nem jött vissza egy óráig, nem jött vissza két órán keresztül. Én meg ott álltam, és ott voltak az emberek, és bulit kellett csinálni. És egyszer csak visszajött Schulz, én már nem tudom, mennyi idő múlva, valószínűleg 45 év telt el, nem tudom. És egyszer csak visszajött, és azt mondja, hogy ő végig itt állt a háttérbe, a sarokba, és ő hallott mindent, és akkor jövő héttől én akkor DJ-zek vele. És így kezdődött. Ugye Schulz a rock and roll szerelmese. Mennyire fogott meg téged ez a műfaj? Hát semennyire mondhatom, mert teljesen más műfajt képviselünk, de Schulztól én borzasztóan megtanultam a zenetörténelmet. Tehát megtanultuk azt, hogy mi ez, honnan jön, mi miért van, ki volt, és ezek a dolgok borzasztóan fontosak. Ez az, hogy ma tudjuk azt, hogy mi lett és miért lett az, és hogy alakult ki, ez borzasztóan fontos. Nyilván ő nem verte belém azt, hogy nekem szeretnem kell Jerry Lee Lewis-t, vagy Fats Domino-t, vagy bárki mást, de ugyanakkor ő szereti azokat a dolgokat, amiket én szeretek. És ez így egy ilyen tökéletes szimbiózis. Mit kaptál még tőle, azon kívül, hogy megtanultad a szakmaiságot? Hát
azt gondolom, hogy háttal nem szabad mondatot kezdeni, de azt gondolom, hogy erre azért borzasztóan nehéz válaszolni, mert ez nem csak nekem adott ő rengeteget, hanem azt gondolom, hogy igazából mindenkinek Nyíregyházán. Aki az elmúlt 40-45 évben egyszer elment szórakozni Nyíregyházán, ez biztos, hogy találkozott Schulzzal. És itt nyilván nem arról beszélünk, hogy metán részegen tombolni valahol a pocsolyában, hanem Schulz pont arról szól, hogy az igényes szórakoztatás, az, hogy olyan dolgokat játszik, és olyan dolgokat lehet tőle hallani, amit senki mástól, és hogy olyan tudás van a háta mögött, amit most már bőven kijelentettek, hogy a világon egyedülálló. A DJ-knek nem szabad elfelejtenie azt, hogy igazából más emberek zenéjét játsszák. Tehát ha nem lennének emberek, akik csinálják a zenét, akkor igazából a DJ-k nem tudnának mit játszani. A DJ az egy kapocs, egy közvetítő az előadók és a közönség között.